Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Most egy 10 részes kisfilmsorozatot fognak látni. 10 olyan Győr városrészét bemutató képeket, képeslapokat tartalmazó sorozatot, amelyeknek gazdája itt ül mellettem, szeretném bemutatni önöknek Kozma Endrét. Ennek a képgyűjteménynek, amelyek ugye képekből, fotókból, képeslapokból állnak, ezeknek a képeknek a szeretete, vagy a régiség iránti vonzódásod hogyan alakult ki? És ez úgy kezdődött 1978-ban, hogy a 401-es Ipari Szakmunkásközpontban intézet tanulójaként részt vehettem egy honismereti táborban a Rába közben. A Rábaközi Múzeumban gyűjtöttünk különböző régiségeket, emlékeket, és így jöttem rá, hogy hoppá, nekem is Győrrel kellene foglalkoznom. És elkezdtem gyűjtögetni fotókat, képeslapokat, térképeket. Majd pedig egy idő után arra gondoltál, hogy ezt érdemes lenne megmutatni másoknak is? Igen, elég nagy lett már a gyűjtemény, akkor 2010-ben a Facebookon felfedeztem egy személynek a személyt, aki régi Győrként szerepelt. Betársultam hozzá, küldözgettem neki képeket, majd amikor akkora lett a létszám, hogy nem tudott tovább fejlődni, 2011-ben átváltoztattuk a személy oldalt közösségi oldallá. Ez most így pont 10 éves az oldal idén, és 2012-től azt a közösségi oldalt már én viszem egyedül, ahol folyamatosan töltöm fel a fotókat, képeslapokat, videókat. Van-e arról valami adatot, hogy körülbelül ez a közösség mekkora létszámot jelent most? Most jelenleg több mint 41 ezer fő a régi Győr közösség, amely folyamatosan nő. Naponta átlagban 10 ember érkezik a oldalra tagságként. És a fotókat nézegetik, nosztalgiáznak? Fotókat nézegetve nosztalgiáznak, nagyon-nagyon sokan felismerik, vagy magukat gyerekkorukból, vagy valami szüleik, édesapjukat, édesanyjukat. Folyamatosan kommentelnek, kulturáltan beszélgetnek a képek alatt, megtárgyalnak mindent, és hál' Istennek még nem volt olyan, hogy valakit ezért ki kellett volna tiltani, hogy illetlenül viselkedett az oldalon, olyan szöveget tett volna közzé. Mindenki szereti Győrt, aki hozzászól. Körülbelül mennyi fénykép gyűlt össze itt az évek során? Hát ez több mint 20 ezer fénykép, képeslap, fotonegatív van a gyűjteményben, ennek jó része digitalizálva. De nagyon sok a dobozokban hever otthon. És feldolgozásra vár. A Facebook közösségi oldalon kívül létrehoztál egy honlapos felületet is, ugye? 2017-ben legidősebb fiamtól kaptam ajándékba egy weboldalt, aminek Régi Győr a címe, és oda különleges fotókat teszek fel. Általában a képsorozatban egy-egy épületnek a története, vagy valamilyen esemény, aminek utána járok a könyvtárakban, levéltárakban, igyekszem kideríteni a pontos hátteret, hogy mégis milyen eseményt mit tábrázolnak a fotók. Tehát a forrásokat is hozzá teszed a képekhez. A nézőknek mondjuk el, hogy itt a kisfilmek alatt hallhatjuk alámondásként az adott városrésznek a történelmét is. De ez a kisfilm sorozat nem törekszik egy tudományos értékű
városrészi bemutatással, és így adódhat egy olyan fajta érdekesség, hogy bár Győr történelmét régi korokból hallhatjuk, de a fotók viszont csak talán 100-120 éves időtartamot ölelnek fel. Tehát a fotózás ugye a 19. század óta létezik, tehát itt elnézést kell kérnünk, de nem szinkronban mennek a fotók. Hadd kérdezzem meg, hogy ezt a sok-sok munkát, amelyet önzetlenül végzel, dicsértel meg már valaki, kaptál-e valami fajta elismerést? Igen. Az első elismerésem 2017-ben volt, amikor a Kisalföld szerkesztősége az év emberének választott Győrben. A második, ez tavaly, aminek nagyon-nagyon örültem, és ennél nagyobb elismerést nem is érhet el szerintem egy ilyen lokálpatriota, mint én, hogy a város is elismerte a Pro Urbe díjjal. Gratulálom! Tehát a munkád nagyon magas szinten is elismerésre jutott. Hadd kérdezzek még olyan dolgot tőled, hogy egy ilyen díj mit jelent egy olyan ember számára, aki eddig a közösségért sokat tett, sok munkaórát benne van a képek rendszerezésében, hogy mit jelent egy ilyen díj? Hát ez a díj nekem azt jelenti, hogy tovább inspirál, hogy csináljam ezt a munkát. Ez szívvel, lélekkel, naponta több órát eltöltve a számítógép előtt csinálom. És továbbra is kutatok mindent, ami régi Győr. És szeretnék még valamit egyet, az úgynevezett arszpolitikát, hogy mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgozó életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolt a városrészeket. Nap mint nap elmenjünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remek műveket, és csodáljuk meg városunk szépségét. Kívánjuk a győriek nevében is, hogy tovább tudjad ezeket rendszerezni és bemutatni nekünk. Sok sikert kívánunk ehhez. Nagyon szépen köszönöm. Győr legnagyobb lakónegyede, Marszalváros, korábbi nevén Kumbira lakótelep kiépítése két ütemben történt meg 1977-től. Tekintsék meg kis filmünket, amely bemutatja Marszalvárost fotókon. Győr városi tanácsa 1971-ben írt ki országos nyílt tervpályázatot a Kumbéláról elnevezendő paneles lakótelep általános rendezési tervének elkészítésére. Győr lakossága 1970-ben 100 ezer fő körül volt, 1980-ra 20 ezer fős növekedést prognosztizáltak. A Kumbéla lakótelep 165 hektáros tervezési területén 10 ezer lakás építésének és a hozzájuk tartozó alap- és középfokú intézményrendszernek, valamint szolgáltatásoknak kellett helyet biztosítani. A tervezési területet a nádorvárosi családi házas beépítéstől délre jelölték ki, jellemzően mezőgazdasági művelésű területen. A város déli része felé lassan haladó közművek 1970-re nagyjából kiépültek idáig. A helyszín sajátossága, hogy a Gyesef teherpályaudvar lényegében ketté vágja. Bár az észak-déli irányú sínek csak a beépítés északi harmadáig érnek, a déli sávot is szabadon kellett tartani. Ezzel a terület lényegében két külön egységre tagolódott. A rendezési tervben ennek megfelelően két alközponttal és két külön megvalósulási ütemmel számoltak.
A beépítést a kiírás házgyári panelekből készült épületekkel tette lehetővé, elsősorban a Gyáév 1974-re kifejlesztett új tervcsaládját javasolta felhasználni. A kiírás feltételeinek a 89 beérkezett tervből 41 felelt meg, ezek közül a Váti csapata kapta az első 80 ezer forintot érő díjat. 1974-re elkészítették az első ütem részletes rendezési tervét, és megkezdődött az építkezés. A tervpályázati koncepcióhoz képest derékszögesített rendszer megtartotta halszálkás jellegét. Ennek a hierarchikus utcarendszerre felépített struktúrának legtisztábban megvalósult magyarországi változata lett így a Győri Kumbéla lakótelep. A Gyesev pályaudvar és beépítetlen folytatásának széles elválasztó sávja máig külön városrészé teszi a lakótelep két részét annak ellenére, hogy a sínek alatt gyalogos aluljárós összekötés létesült. Az első keleti ütem 1980-ra már készen állt 11.500 lakosra méretezve. Az épületek érdekessége, hogy a gazdaságossági mutató által megengedett mértékben színezettek. További érdekesség, hogy a lakótelep ivóvízellátását biztosítandó itt épült fel Magyarország máig legnagyobb víztornya. Az iskolákat és óvodákat a Győri Terv építésze tervezte. Az előre gyártott épületek a Gyáév által gyártott, az Univázhoz hasonló győrváz rendszerből épültek. A második kisebb építési ütem részletes beépítési tervét már nem a Váti, hanem a Győri Terv készítette. A lakótelep ezen ütemének építése a rendszerváltáskor abba maradt. Észak és dél felé is maradtak beépítetlen, ám közművesített területek, és nem készült el az ide tervezett szabadidőpark sem. Ezzel együtt, mivel a terület és az infrastruktúra nyitott, még most is épülnek a paneles beépítés folytatásaként társasházak a területen. 1990-ben a lakótelep nevének megváltoztatására tettek javaslatot. Három elnevezés közül választhattak a városrész lakói. Első, Marcalváros, a Marcal folyó közelsége miatt. Második, Víziváros. Harmadik, Aporváros. Apor Vilmosról, aki haladó gondolkodású humanista főpapként 1940-től 1945-ig töltötte be a Győr egyházmegyei püspöki széket, és 45-ben az asszonyok és gyermekek pártfogásáért szenvedett mártír halált. A két marcalvárosi lakótelep ma közel 20 000 ember otthona.